Bogyós mintával 3D-s bogyókat köthetünk sima kötéses alapra. Úgy készítjük, hogy egyetlen szemből 4 sima szemet szaporítunk. Majd csak ezeket a szemeket kötjük oda-vissza. Végül pedig visszafogyasztjuk ezt a szemet egy szemre. Kössük le simán a szemeket, amíg oda nem érünk a bogyó helyéhez a mintán. Anélkül, hogy a baloldali tűről egyszer is lecsúsztatnánk a szemet, végezzük el az alábbi lépéseket. Egy sima szem, egy ráhajtás. Egy sima szem, egy ráhajtás, egy sima, majd csúsztassuk le a szemet a bal kötőtűről. Ezzel összesen 5 szemet kaptunk, amelyből a bogyót készítjük. Fordítsuk meg a munkát, és kössük le fordítottan az 5 szemet. Az első szemhez ezúttal a baloldali tű felől vesszük fel a fonalat. Fordítsuk vissza a munkát a színére, és kössük le az 5 szemet simán. Fordítsuk a visszájára a munkát, és kössük le fordítottan az 5 szemet, majd átfordítás után újra 5 sima szem következik. A szemek visszafogyasztásához szúrjuk be a bal kötőtűt a jobb tűn levő második szembe, és húzzuk át az első fölött, mintha leláncolnánk a munkát. Ismételjük ezt a bogyó 3., 4. és 5. szemével is, amíg a bogyó szemeiből már csak egy marad. Most már át is nyomhatjuk a bogyót a munka színére.